Sok szeretettel köszöntöm Önöket, és engedjék meg, hogy meghívjam a Fehérvár Televízió nézőit egy sétára, hiszen folytatjuk Városrészek titkai című sorozatunkat, melynek célja Székesfehérvár gyönyörű városrészeinek bemutatása. Kitérünk a történelemre, kitérünk az építkezésre, a művészetre, a kultúrára, de még egy-egy ott élő család történetét is megismerhetjük, két hetente itt a Fehérvár Televízióban. Szeretettel köszöntöm vendégeinket, ezúttal elsőként hagyj mutassam be a műsor állandó szakértőjét, Váci Márkot, a Magyar Városkutató Intézet munkatársát. Köszönöm szépen, hogy ismét itt vagy, és hoztad azt a rengeteg tudást, amit összegyűjtöttél Székesfehérvár városrészeiről. Köszöntöm én is a nézőket szeretettel. És most is hoztál vendéget, arra kérlek, hogy mutasd be nekünk. Hát a mai vendégünk Komlósi József, a megyei könyvtár egykori igazgatója, jelen pillanatban a Vörösmarty Mihály könyvtár szénatéri tagkönyvtárának a dolgozója, egyébként helytörténeti kutató, és a továrosi olvasókörről fog ma nekünk mesélni. Ez volt a 19.-20. század fordulóján Székesfehérvárnak az egyik legjelentősebb, hanem a legjelentősebb társadalmi és irodalmi szervezete. A nézőknek elmondom, hogy foglalkoztunk már a Vízivárossal, a Felsővárossal, a Palotavárossal. Ami most következik, az a Búrtelep, a Vasútvidék és a Tóváros. Miért egyszerre beszélgetünk erről a három területről? Összefüggenek? Ezek elég jelentősen összefüggenek. A vasút vonzásában alakultak ki igazából ezek a település részek. És hogyha megnézzük a városnak a mai lakótelepi arculatát, ahogy ugye a múltkor a Palotaváros kapcsán is szóba került, hogy a belváros körül kiépült egy nagy lakótelepi gyűrű, egy panelgyűrű, igazából itt is el lehet mondani, viszont nagyon nagy kontrasztokat is be lehet mutatni egyébként ezen a területen. És mivel ugye minden műsorban a lehatárolással szoktuk kezdeni, most is ezzel kezdeném, most viszont nem utcákat mondanék, mert meglehetősen hosszú lenne a felsorolás, hanem elmondom, hogy hol helyezkednek el ezek a városrészek. Kvázi önálló városrészekként is egyébként működnek napjainkban. Tehát a legkeletibb, seregélyes felé eső városrész ebből a szempontból az maga a vasútvidék. Ez a terület alakult ki ugye a vasút vonzásában kezdetben legkorábban, viszont nem ez épült be a leghamarabb, hanem a köztes terület, az úgynevezett Búrtelep, ami már a kórháztól nyugatra, a város felé található meg, az egykori laktanyáknak a területe elsősorban. Ez tart nagyjából a Széchenyi utca vonaláig, tehát ez a köztes terület, ez egykor munkás lakótelep volt, a vasutasok lakótelepeként alakult ki. Persze nem úgy kell elképzelni, mint egy modern lakótelepet, hanem itt abszolút kis családi házas övezetekről beszélünk, majd erre ki fogok térni részletesebben, illetve a legnyugatibb része ennek a területnek, amit nyugatról, ugye maga a vasútvonal határol le, ez pedig a Széchenyi utcától nyugatra elhelyezkedő rész, nagyjából a Balatoni úti felüljáróig, ami hát ugye most is aktuális volt az átépítése miatt. Honnan kapta a Búrtelep a nevét? Mert ugye a vasútvidékéről egyértelmű, de a Búrtelep és a Tóvárosnál érdekes lehet az elnevezés is. Ugye maguk a városrészek, a Tóváros leszámítva, a 19. század második felében alakultak ki. 1863-ban jött létre az úgynevezett déli vasútvonal, amely átszelte Székesfehérvárt, és ugye ennek a vonzásában jött létre az úgynevezett Búrtelep, a vasutasok lakótelepeként. Ekkoriban zajlott ugyanis az angol-búr háború. Ugye holland, a dél-afrikai holland telepesek folytattak egyfajta szabadságharcot az akkori brit koronával szemben. Őket nevezték búroknak, ezeket a holland telepeseket, és mivel ebben az időszakban zajlott ez a háború, ráadásul ide katonai létesítményeket terveztek már akkoriban is, ezért ezt a nevet kapta. És miért Tóváros a Tóváros? Tóváros pedig azért Tóváros, majd itt a műsor végén fogunk látni róla képeket, mert eredetileg itt már a középkortól is az úgynevezett sárrétje terült el. Ennek ugye az elnevezésnek a sárvízhez van köze, ez a sárvíznek volt egy mocsaras, árvizes területe, és folyamatosan vízzel elöntött volt. Aztán ugye a folyószabályozások és egyéb munkálatok után sikerült ugye visszaterelni a megfelelő mederbe ezeket a vizeket, de ez egy folyamatosan lápos, mocsaras terület maradt,
egyfajta tavak alakultak ki ezen a területen, és ez tartott úgy nagyjából az 50-es, 60-as évekig, amikor a nagy lecsapolások elindultak, és a 70-es évek elején indultak el igazából ezen a városrészen a nagy panelépítkezések. Történelmileg melyik városrész a három közül, ami először megjelent? Talán nem is ezen a néven, de mindenképpen a Tóváros az, ami elsőként említhető, ugyanis az úgynevezett új falu, vagy latinosan Nova Villa itt ezen a területen helyezkedett el. Ez a mai Széchenyi utcának a két oldalára tevődik, illetve a Prohászka utca és a Hosszú sétatér közötti meglehetősen kiterjedt területen helyezkedett ez el. Ez egy kis falu volt igazából, Fehérvárnak a városfalain kívül, és mocsarak vették egyébként körül. Aztán a török korban ezt Uzun külvárosnak nevezték egyébként, de ez az új falu megnevezés ez elég sokáig megmaradt. A vasútvidék a vasút érkeztével alakult ki? Így van, tulajdonképpen erről beszélhetünk, hiszen korábban a vízivárosi polgároknak voltak itt kisebb kertjei, a kis dűlőkben. Ezek nagyjából a mai zárt kerteknek feleltethetők meg, némelyiken egy-két kisebb épület is volt, de ez nem volt egy lakott terület alapvetően, mezőgazdasági területnek számított, és aztán amikor a dualizmus előtti évtizedben, tehát az 1850-es években, ugye 48 után megindult a nagyfokú vasúti építés itt Budapest és környékén, akkor kapcsolódott be ugye ez a terület a vasúti közlekedésbe, létrejöttek az első, akkor még kezdetleges javító műhelyek, amiből aztán a mostani, ma is álló műhelyek nőtték ki magukat, és ezeknek a munkásoknak, illetve maguknak a vasúti dolgozóknak szerveződött meg itt az első kis, hát akkoriban még zártnak számító közössége. Mennyi idő alatt alakult ki az a kép, amit jobbára most látunk? A vasútvidék az gyakorlatilag, hogyha azt vesszük, hogy ugye ma is vannak átalakítási tervek, akkor folyamatosan formálódik az arculatát tekintve, de még a 90-es évekre is tehetőek különböző átalakulások. Gondoljunk itt mondjuk a egykori béketéri iskolának az átépítésére például, különböző emléktábláknak az eltüntetésére és egyebek részen, ezek ugyanúgy hozzátartoznak egy városnak az arculatához. Ez az egyik fele. A búrtelep a 20. század elején alakult ki, nagyjából a 30-as évekre épült be az a terület, ami most látható. Ezek a jellegzetes, hármas ablakos tagolású homlokzatok, amelyek kifejezetten a vasutas házakra voltak jellemzők itt Székesfehérváron, és ebből a szempontból abszolút eltértek mind a vízivárosi polgárházaktól, mind pedig a felsővárosi tornácos parasztházaktól, hiszen ugye a hosszanti oldalukkal néztek az utcafrontra, ráadásul ugye kettő darab hármas ablak volt ezeken megtalálható, és a búrtelepnek az utca szerkezete, illetve a házai nagyjából ma is ezt a képet mutatják. A Tóváros pedig, hát ugye ahogy említettem, a 60-as évektől kezdve, de az igazán klasszikus tóvárosi rész, mondjuk a toronysor és környéke, az pedig a 70-es évek elejétől alakult ki. Van egy nyugati része ennek a tóvárosnak, ez pedig a 20-as, 30-as években jött létre, ezek a Tátra, Mátra és Fátra utcák, a kis földszintes típusterv alapján épített házak, amelyek ugye az oromzatukkal néznek egyébként magára az utca frontra, az utca vonalra, és ezek, ha megnézzük, akár csak a Balatoni úton, ha megyünk a felüljárónál, ezek nagyon hasonlítanak egyébként egymásra, tehát ebből is látszik, hogy ezek típusterves házakként épültek. Visszatérünk majd még a történelemre, hiszen Váci Márk, mint az előző műsorokban is, nagyon csodálatos gyűjteményt állított össze archív fotókból, archív felvételekből, amelyeket meg fogunk mutatni, illetve a mai képet is láthatjuk hamarosan. Kezdjük el az épületekkel, akkor talán még megismerhetjük jól a városrészt, és össze tudjuk rakni azt, amiről eddig beszéltünk. Amit elsőként említhetünk, az a Vörösmarty tér. A Vörösmarty téren annyira jellegzetes söröző, ami már mindenféle nevet viselt. Nem is tudom, hogy melyik lehetett az első, és hogy egyáltalán az épület miért készült. És ugye ott van Vörösmarty szobra is. Igen. Hát az első ismert neve az a Kálozdi, vagy Kálozi vendéglő. Ugye itt ment már akkor is az út Kálosz felé, az országút, ugye ez a csíkvári
országút volt, igazából egy földes út, és aztán amikor a Dreher-Hagenmacher dinasztia megtelepedett itt Székesfehérváron, illetve egy telephelyet és egy üzemet létesített, ugye sörgyárat, akkor megvásárolták ezt a vendéglőt, kibővítették, ez a 20. század eleje egyébként, amiről beszélek, kibővítették, és hát igazából egy ilyen kis sörkertet csaptak ugye hozzá magához a vendéglőhöz. És aztán az államosítás után az 50-es években lett ez ugye Szabadság söröző, de egyébként akkoriban is mindenki ugye népszerű becenevén Háginak hívta. Jávor Ottónak például a 80-as években jelentek meg visszaemlékezései, egy osztálytalálkozóról számol be, ott is még Hágiként emlegeti egyébként, és szerintem a mai napig is nagyon sokan így ismerik. Igaz, hogy azóta már volt több más neve is, most is éppen más neve van, de a funkciója az nagyjából ugyanaz. Tehát tulajdonképpen annak is épült, ami vendéglátóipari egység volt. Maradunk a Vörösmarty téren, ami tulajdonképpen azért, mert olyan gyorsan át tudunk rajta autózni, vagy akár buszozni, nem nagyon nézzük meg, hogy egy patinás térről beszélünk. Így van, ráadásul ugye Ybl Miklósnak több terve is megvalósult itt. Egyrészt székesfehérvári születésű volt, másrészt pedig itt folytatta az általános és a középiskolai tanulmányait, tehát ezért is nagyon büszkék vagyunk rá. Nem mindegyik tervét sikerült egyértelműen beazonosítani, de ugye a Csutinéből, aki az előző adásokban is a vendégünk volt, ő ezen dolgozik egyébként most is, illetve ha jól tudom, akkor elkészült már az Ybl monográfiája. Minden esetre ez egy olyan terület volt, ahol kisebb paloták épültek fel, nagy polgárcsaládok számára, például a Saj család volt ilyen, vagy a Dieballa családot lehetne említeni, őket azért érdemes mindenképpen kiemelni, mert az ő házuk ma már nem létezik. Ma egy modern társasház van a helyén, ez a II. Világháborúban bombatalálatokat kapott, megsemmisült, és egy foghítelek jött itt létre. Minden esetre a terület az 1850-es években kezdett el kialakulni, és ugye az akkori Széchenyi utcához kapcsolódott, ekkor még Széchenyi térnek nevezték, és aztán 1865-ben Vörösmarty Mihály, szintén Székesfehérvár híres szülöttének, halála 10. évfordulója alkalmából készült el az őt ábrázoló szobor, amit 66-ban állítottak fel itt ebben a ligetben, és ekkortól nevezték igazából Vörösmarty térnek ezt a területet. Vörösmarty Mihály ugye Káponásnéken született ugyan, de ugye Székesfehérvárhoz igen erős kötődése volt már gyerekkorában, és ezért is van az, hogy itt Vörösmarty Rádió, Vörösmarty Színház, és sok minden Vörösmarty nevet visel. Könyvtár. És Vörösmarty Mihály könyvtár, köszönöm szépen, pontosan, bocsánat, ki ne hagyjuk. Fogunk beszélni természetesen erről is, de menjünk akkor tovább a 69-es előre emlékműre, ami igen megrázó alkotás. Hát ugye a Vörösmarty szoborról is mindenképpen érdemes azt elmondani, hogy ma már nem az eredeti helyén található. 1970-es évek elején bővítették ugye ezt a nagy utat, ami ugye egyrészt a Széchenyi utcában, másrészt a Balatoni útban folytatódik, és ekkor több épület is egyébként áldozatául esett ennek a bővítésnek. A Vörösmarty szobrot csak egy kicsit arrébb kellett tolni, és egyébként hasonló sorsra jutott a 69-es előre emlékmű is, hiszen ez a Vörösmarty téri zebrának a túlsó felén volt megtalálható. Elképzeljük, hogy a Balatoni út felől jövünk ugye gyalogosan a Vörösmarty térre, ott van egy ilyen dupla zebra, ahol középen meg lehet pihenni. A túlsó felén állt valamikor ez a szobor, tehát egy kicsit beljebb kellett ezt is helyezni. Ráadásul meg is fordították, mert hogy eredetileg ez a szuronnyal rohamozó katona, hogy az elesett társát próbálja közben menteni, a másik irányba, mondjuk úgy, hogy Szekszárd felé rohamozott, aztán valamiért megfordították. Ugye volt egy olyan időszak Székesfehérváron, majd az Öreghegy kapcsán szóba fog kerülni, amikor egy tankot állítottak a Csúcsoshegy tetejére, ami ráadásul ugye csövével a város felé nézett, itt pedig a magyar katona, a 69-es gyalogezrednek a magyar katonája rohamozott a város felé. Tehát ez egy ilyen érdekes diszonancia, de valahogy így alakult ki. És ha már az emlékmű szóba került, mindenképpen érdemes azt is megemlíteni, hogy ugye Hindenburg altábornagy, aki aztán a német birodalomnak lett ugye a legfőbb vezetője, emléktáblája is megtalálható volt ezen az emlékművön, hiszen ő volt az ezred tulajdonosa, és aztán 1945 után ugye politikai okokból ezt az emléktáblát eltávolították, és nagyon sokáig nem volt látható, majdnem 70 évig, és körülbelül 10 évvel ezelőtt került vissza egyébként az eredeti helyére.
A Széchenyi utca egy kicsit majd, hogy nem a Vörösmarty tér folytatása, legalábbis egy darabig, és ezen a szakaszon található a református templom, amelyről érdemes még beszélnünk. Református templom még 1848 előtt épült fel, elvileg 1844-re már készen volt, és aztán körülbelül 90 évig az eredeti állapotában állt, majd a 30-as években alakították át. Ugye ez volt gyakorlatilag a fehérvári reformátusságnak nagyon sokáig az egyetlen egy temploma, amíg aztán ugye az Öreghegyi részen, a Budai úton meg nem épült az új templom. Volt műsorom, és beszélgettem már arról, hogy milyen összefogás volt a vasút vidékén. Fogunk beszélgetni ezek szerint a könyvtár kapcsán is, de az egyház kapcsán is, hiszen a Prohászka Ottókár emléktemplom létrejötte előtt azért ott egy közösség különböző helyeken és már meg nem lévő templomokban próbálta összetartani magát, és aztán végül Székesfehérvár egyik legújabb templomaként készült el a Prohászka Ottókár templom, ami mindenképpen figyelmet érdemel ezen a területen. A 20. század elején már elkezdett megszerveződni ott egy egyházközség, és aztán a történetírás szerint ott létrejött külön egy búrtelepi és külön egy vasútvidéki plébánia, aminek az az érdekesség, hogy igazából a két városrésznek ma egy temploma van, és egyébként a plébánia is egy, tehát azt nem tudom pontosan megmondani, hogy mikor egyesült újra ez a két plébánia, minden esetre valamilyen megfontolásból ugye ezeket külön választották. Ugye ez is a megszerveződő vasutas lakosságnak, meg egyáltalán a családjaiknak volt egy nagyon fontos kívánsága, hogy itt egy összetartó közösség, amelyik tényleg korábban ugye különböző imahelyeken vett részt istentiszteleti alkalmakon, végre kapjon egy templomot. És ugye ott volt Prohászka Ottokár, Székesfehérvár megyéspüspöke, aki 1927-ben elhunyt. Ugye először a hosszú temetőnek a kápolnájában helyezték el az ő földi maradványait, és aztán kiírtak egy versenypályázatot, egy felhívást az emléktemplomnak a megtervezésére. Egyrészt ugye Prohászka emlékére, másrészt a vasútvidék plébánia templomaként. És ráadásul Prohászka volt az, aki a lelkipásztori működésében is a családokra helyezte a hangsúlyt, elsősorban a nőkre és a gyermekekre, mert hogy rajtuk keresztül lehet a férfiakat is ugye megnyerni az egyháznak, ezeket a kemény vasutasokat például itt Székesfehérváron. Tehát amikor ezeket a nézeteit fejtegette írásban és szóban, akkor nagy valószínűséggel rájuk is gondolt. Arról nem is beszélve, hogy Prohászka 1906-ban, amikor ide költözött Székesfehérvárra, vasúton érkezett a városba, a vasútállomásról pedig egy egyszerű konflissal költözött be gyakorlatilag a püspöki palotába, hatalmas nagy küldöttség várta, ő pedig egy ilyen kis kerülő úton megérkezett a palota irányába, tehát ez is egyfajta jelképes szándék volt igazából. És ugye Fábián Gáspár volt az a korszak nagy építésze itt a 20-as, 30-as években Fehérvár viszonylatában, aki elnyerte ennek a tervnek a kivitelezési munkálatait, tehát az ő terve valósult meg. Molnár Tibor emlékirataiból, illetve az elmondásaival, kortársainak a visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy Fábián Gáspár nagy valószínűséggel csak a terveknek a szignóját készítette egyébként, tehát ő szignózta a terveket. Valószínűleg Molnár Tibor volt az egyébként, aki magukat a terveket elkészítette, és aki a kivitelezésben is egyébként aktívan részt vett. Eredetileg nem is ez lett volna a helyszín, úgy tudom, hogy egy kicsit mellette volt, ahova tervezték eredetileg az épületet. Kicsit más helyszínt terveztek, de aztán végül is emellett döntöttek, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó helyszín. Hogy kerek legyen a történet, akkor el kell mondanunk, hogy Prohászka Ottokár földi maradványai hogy kerültek végleges helyükre. Hát ugye 1927-ben elhunyt, elhelyezték ugye a hosszú temetőben, majd amikor ugye a templom megépült, egyrészt emléktemplomként, másrészt plébánia templomként, akkor egy nagy ünnepélyes körmenetben ugye átszállították ide a halvakat, és egyébként akkor már ugye gondolkodtak azon is, hogy Kaszap Istvánnak a földi maradványait, amelyek ugye a sóstói temetőben voltak megtalálhatók, szintén ide szállítják ebbe a templomba, hiszen Fehérvárnak volt egy nagyon lelkes fiatal, hát papnövendéke, de egy nagyon lelkes fiatal diákja, akiről végül is úgy döntöttek, hogy itt fogják elhelyezni a földi maradványait,
és én úgy gondolom, hogy mind Prohászka püspöknek a sírja, mind pedig az ő síremléke, látva a különböző hálatáblákat és megemlékező szövegeket, egy nagyon fontos zarándokhely ma Székesfehérváron. A második világháborúban természetesen a bombázások a vasút környékét érintették nagyon erősen, és így sajnos ez a templom is találatot kapott. Leginkább a vasút környékét érintették, hogy a kupola szinte teljes egészében kiégett, illetve egy nagy újítás volt egyébként a székesfehérvári templom építészetben, hogy itt egy mozit is elhelyeztek az egyik oldalsó épületben, az úgynevezett Glória mozit, amit egyébként nagyon szívesen látogattak fiatalok, idősek egyaránt, és ez a mozi épület is sajnos megsemmisült 1944-45 fordulóján, és mivel ugye 1945 után az egyház amúgy sem volt favorizált helyzetben, így fel sem vetődött a városvezetés részéről, hogy ezt a mozit újra felépítsék. Nagyon sok mindenről szeretnénk beszélni még, és fogunk is, és sok képünk is van, de van egy-egy olyan épület, amitől úgy nehezen szabadul az ember, ilyen volt a Prohászka templom, de menjünk tovább, hiszen jön a Vasvári Pál gimnázium, ami sokaknak adott helyet a középiskolás években. Összekötném egy másik épülettel, ugye a mai Vasvári Pál gimnázium a vasút állomásnak az egyik oldalán található meg, illetve nagyjából szemközt pedig az úgynevezett béketéri iskola, ugye a mai Kodály iskola, mindkettőt Szél László tervezte 1937-38-ban. Ugye a béketéri az kifejezetten általános iskolának, tehát elemi iskolának épült, elsősorban a vasutas gyerekek részére, tehát ugye a környéknek a körzeti iskolája volt, a másik pedig ugye egy gazdasági technikumként épült meg eredetileg, egy önálló gazdasági iskolaként. Ugye ez a téli gazdasági iskolának, amiről a Felsőváros kapcsán beszéltünk annak idején, volt tulajdonképpen a párja. Tehát ez is egy gazdasági tanintézet volt, itt már felsőbb tanulmányokat folytathattak a diákok, és aztán ugye lett belőle gimnázium, elsősorban lányosztályok indultak itt, ugye óvónőképző volt többek között, és ugye a béketérről, vagy mai nevén Kodályból is nagyon sokan kerültek át pont az énektudásuk miatt elsősorban. Nekem is voltak egyébként még olyan osztálytársaim, nem mintha ez olyan nagyon régen lett volna, akik a Kodályból jöttek át pont emiatt, és aztán megjelent természetesen a megyes oktatásért ez alatt az, hogy a gimnázium már nem csak lányokat fogadott, hanem természetesen egyre inkább fiúkat is. És 1973-ban az országban elsők között indult itt testnevelés tagozat, a városban és a megyében mindenképpen elsőként, úgyhogy tényleg sok minden miatt, és nagyon sok tanár tudnánk említeni a Vasváriból, akikre nagyon szépen emlékezünk, és akik nem csak mint tanárok írták be magukat Székesfehérvár történelébe, gondolok itt Román tanár úrra, vagy Sobor tanár úrra. Ez is egy olyan épület, amit nehezen engedünk el, de mennünk kell tovább, hiszen ott van a vasútállomás, amely nagyon meghatározó kép. 1863-ra, amikor kiépült maga vasútvonal, akkor létrejött egy kis kezdetleges indóház. Volt egy darab vágány, ami fölé építettek egy kis csarnok épületet, és előtte volt megtalálható egy kis földszintes építmény, ami tulajdonképpen egy váróterem volt. Nyilván a kor megfelelő viszonyainak eleget téve, ugye kiszolgálással és egyebekkel, és aztán 1927-re készült el egy modernebb állomás épület. Ugye a vasút kapcsán már szóba kerültek a bombázások 1944-45-ben, természetesen ez az épület is megsínylette ezt az időszakot, és aztán az 50-es években, 1955-re készült el a mai formájában maga az állomás épület. Hogyha erről a területről beszélgetünk, akkor Laktanya mindenképpen eszünkbe jut, legalábbis van az a korosztály, aki Laktanyára gondol, de elsősorban a szovjet Laktanya épületeire és lezárt területeire gondolunk, pedig van egy emlékmű, ami másra is emlékeztet bennünket. Így van, ugye több laktanya is volt ezen a területen, és pont az egyik szovjet laktanya tömb előtt volt, ez már akkor is megtalálható, és hál' Istennek még most is áll, bár ma már csak két kerítés elem támasztja egyébként, ez a József főherceg huszár laktanya. A 10-es huszároknak volt ez a laktanya területe, és ugye mellette, szomszédban pedig a gyalogsági laktanya, 69-es gyalog ezrednek a laktanyája volt megtalálható. Illetve a Szabópalota szomszédságában, ahol most ugye a benzinkút üzemel, volt a 10-es huszárezrednek az első lóistálló komplexuma,
amit aztán az állami méntelep váltott fel a későbbiekben, ettől függetlenül persze a lóistálok ugyanúgy megmaradtak. Maradva ezen a területen és a szovjet laktanya területén, ugye azért azokat az épületeket, amelyekről most fogunk beszélni, volt időszak, amikor nem nagyon láthattuk, nem is tudtuk, hogy mi is van ott valójában, és most nagy örömünkre nem, hogy látható, hanem nagyon jó célokra használják, és láthatjuk tényleg, hogy csodálatos épületekről van szó, itt gondolok a Láncos Kornél gimnáziumra, vagy akár a Széchenyi Technikumra. Igen, de egyébként akár beszélhetnénk magára a bevásárló központra is, hiszen egy városrész életében ez is nagyon fontos. A víziváros kapcsán ugye annak idején elhangzott, hogy egyfajta alközpontot terveztek a Rákóczi utca környékén, ami ugye a játszóterekkel, illetve a Skálával meg is valósult. Itt igazából már az ezredforduló után sikerült ugye ezt a kereskedelmi funkciót megvalósítani, korábban ugye a laktanya épület, meglehetősen omladozó épület, illetve a kerítés szakaszok voltak itt megtekinthetők. Az oktatási rész az pedig szintén nagyon fontos, hiszen végre van funkciójuk ezeknek az épületeknek. Van egyébként a Budai úton ma is olyan épülettömb, gondolok itt az egykori hadtáp raktáraknak a területére, amit teljesen benőtt a természet, az utcáról szinte alig lehet látni, és semmilyen funkciót nem tölt ma be, gyakorlatilag üresen áll és omladozik, ezek viszont megmenekültek az enyészettől. És akkor még egy oktatási intézmény van, amit említenünk kell, egészen máshogy néz ki, ez pedig a Jáki Technikum. Ennek is egy nagyon érdekes története van, a 60-as években alakult ki a mai képe. Látszik is egyébként talán, hogy ez egy jellegzetesen kicsit szociálos, de már meglehetősen modern épület, ugye hát az épület díszítő elemekről is ez látható. Korábban egyébként itt volt megtalálható az a Petőfi szobor, ami ma az úgynevezett Petőfi iskola, vagy Szent Imre iskola előtt állt, Urálni Kovács Imrének az alkotása. Eredetileg ezen a helyen egészen 1945-ig, amíg a bombázásokban súlyosan meg nem sérült, egy elemi iskola állt, amelynek külön bejárata volt a fiúk és külön a lányok számára, tehát egy épületben külön működött a két intézmény. Hatalmas nagy stílusváltással beszélhetünk a Szűv székház épületéről a Gyümölcs utcában, ami hát számomra azért érdekes, mert ugye annak idején, amikor a számítástechnika még nagyon gyerekcipőben járt, ott jelentek meg először az igazi hatalmas nagy számítógépek, és ott onnan indult ki az, hogy itt legalábbis Székesfehérváron, hogy mi az, hogy számítástechnika. Igen, hát ugye ez a Szűv rövidítés, ez ugye a számítástechnikai és ügyvitel szervezési vállalatot jelenti, hogyha jól emlékszem még. 1975-76-ban húzták fel ezt a székházat, egyébként a KSH beruházásában készült el. A Központi Statisztikai Hivatal tervezett ide egy megyei igazgatóságot, és ebbe költözött be társbérlőként a Szűv. Aztán ugye az évtizedek folyamán a KSH-nak az állománya és a hatásköre jelentősen lecsökkent. Ma a Horváth István utca és a Gyümölcs utca sarkán lévő modern épületnek az egyik kis lakásában foglalnak igazából helyet, mióta megszűnt a regionális igazgatóság, és a Szűv pedig átvette ugye teljes mértékben ezt az épületet, és az ügyvitel szervezésről, meg egyáltalán ugye a számítástechnikai fejlesztésekről is az informatikai oktatásra helyeződött át ma már a hangsúly. A szovjet laktanyákat említettük már, most újra ilyen téma következik, hiszen meg kell emlékeznünk a nem olyan régen rendbe tett szovjet katonai temetőről is. Ennek a helyén, illetve hát itt mindig meg szokták fordítani az időrendi sorrendet, tehát akkor mondjuk azt, hogy ez a szovjet temető az egykori lövöldének a helyén található meg. Ugye ezt Lövölde kertnek nevezték már az 1800-as évek közepén is. Látunk majd róla archív felvételt. Így van, és ugye lövöldöző hely nevet is viselte nagyon sokáig. Itt egy korszerű csarnok épületet építettek fel az 1860-as, 70-es évek fordulóján, amit aztán Molnár Tibor által tervezett tornacsarnok és táncterem, bálterem váltott fel az 1930-as években. Ugye a méntelepről már beszéltem korábban a laktanyák kapcsán, és ide kapcsolódik ugye a lövöldének a területe, talán a víziváros, vagy a vízivárosi adásban, vagy a felsővárosi adásban beszéltünk az 1879-es iparkiállításról. Ezen a hatalmas nagy területen, akkor még hatalmas nagy területen zajlott maga ez a kiállítás, és a lövöldének a nagy helyiségei
adták tulajdonképpen a díszünnepségeknek is a helyszínét. És aztán szovjet katonai temetőként működik most már. A kórház főépületét is érdemes megemlíteni. A kórház az 1900-as évek elején készült el, elsősorban Csalai Kék György adománya révén. Ebből az adományból a nagy részét ugye befektették a kórháznak a felépítésébe, és egy akkori viszonyok között modern megyei közkórház jött létre. Nagyon sok kórháza volt egyébként a városnak. A Budai úton található ma egy nagy modern társasház, ugye különböző szolgáltató intézményekkel és egyebekkel. Ugye ez a Hadi Árva utca és a kórház közötti területen helyezkedik el. Mindenki tudja, hogy melyikről van szó. Itt volt egykor a katonai csapatkórház. Ennek a szomszédságában épült fel igazából ez az épület. A katonai csapatkórház megépítése előtt pedig, szintén már említettük, a Szabó Palota épült a kórháznak a területére tulajdonképpen, és ezt megelőzően a városnak az első kórháza pedig ugye a Rákóczi utca és a mai Szénatér sarkán állt. Tehát ugye a kórház az folyamatosan vándorolt a városon belül, mint polgári, mint pedig katonai értelemben. És akkor beszéljünk arról is, hogy itt is éltek emberek, többek között a Bem utcában. Igen, azért a Bem utcát választottam a mai állapotok közül, mert ez tükrözi a legjobban azt, hogy hogyan is nézett ki a búrtelepnek és a vasútvidéknek az arculata, hogy néztek ki ezek a kis földszintes házak, amelyek a 19.-20. század fordulóján, illetve a 20-as, 30-as években épültek fel. Ráadásul pont a Bem utca környéke egy olyan jellegzetes terület, ami egy lakótelepi tömb közvetlen szomszédságában helyezkedik el, hiszen az Erzsébet utca például egy ilyen lakótelepi terület, vagy gondolhatnánk itt ugye a Tüzér utcára, ami ma mostanában már inkább csak gyalogosan közlekedhető, de ugye a neve is mutatja, hogy az egykori lövöldéhez is kapcsolódott, illetve ugye a katonai célú területhez is. Úgy gondolom, hogy mielőtt az archív felvételeket megnéznénk, itt az ideje, hogy beszéljünk a könyvtári összefüggésről. A könyvtári összefüggés itt úgy kerül szóba, vagy úgy jöhet szóba, hogy a Székesfehérváron a dualizmus korában tulajdonképpen közkönyvtárak nem működtek. A legelső a városi könyvtár 1933-ban lett csak nyilvános, de akkor csak heti 2 óra nyitvatartási idővel. Így aztán különös jelentősége volt azoknak az olvasóköröknek, egyesületeknek, amelyek a dualizmus korában jöttek létre, és könyvtárat működtettek. Ilyen volt egyébként ugye a Tolvárosi Olvasókör is, amelyről majd részletesebben beszélni fogok, de ezek az olvasókörök sem előzmény nélküliek természetesen, tehát voltak a reformkorban is hasonló egyesületek, Székesfehérváron is, így például 1838-ban jött létre a Székesfehérvári kaszinó, 1840-ben pedig a Fejér megyei olvasótársaság. Tehát ezeket tekinthetjük, ha nincs is szerves kapcsolat az olvasókörök és ezek között az egyesületek között, de mondjuk ilyen erőzménynek őket tekinthetjük. Aztán később még az 1890-es évek végén, ezt csak érdekességként mondom, hogy a Klöckner-féle könyvkereskedés nek volt egy ilyen szolgáltatása, hogy úgy mondjam, amikor könyveket lehetett kölcsönözni. Tehát egy könyvesbolt foglalkozott gyakorlatilag egy könyvkereskedés könyvkölcsönzéssel. De emellett a legjelentősebb ilyen jellegű tevékenység az olvasókörökben folyt. Fehérváron a dualizmus korában a városrészek szerint alakultak ki ezek az olvasókörök. A kiegyezés adott ezeknek tulajdonképpen lendületet a megalakulásuknak. A legelső egyébként, ami nem olvasókör elnevezéssel alakult meg, és nagyon sokáig, 75 évig működött, de szintén volt könyvtára, az a Vörösmarty kör volt, az 1867-ben alakult meg májusban, és rögtön ezt követte a Tóvárosi olvasókör, amely 1867. július 1-én alakult meg, és a belügyminiszter, amely ebben a korszakban a egyesületek működését szabályozta és jóvá hagyta az alapszabályokat, októberben hagyta jóvá. Tehát
1867-től működött ez a kör 40 esztendőn keresztül. A Tóváros volt ugye a székhelye, de a hatókörét azt kezdettől kiterjesztette egyébként az egész városra, sőt látni fogjuk majd később, hogy vidéki tagok is, tagjai is voltak, nem csak fehérváriak. És úgy kapcsolódik leginkább a Vörösmarty körhöz és a környékéhez, Széchenyi utcához, hogy a körnek a helyiségei azok ezen a területen voltak végig a fennállása alatt. A céljai között ugye elsőként az olvasás népszerűsítése szerepelt, valamint a közműveltség fejlesztése tisztes társalkodás által. Magyarul nem csak az olvasás, a könyvtár létrehozása volt a cél, hanem valami fajta közösségi helyként is működtek ezek, ilyen klubszerűen ezek az olvasókörök. Az, hogy hol van a helyisége, az egy nagyon fontos kérdés volt. Fennállása alatt végig, nagyon sokat változott is, tehát úgy nagyjából 10 évenként cserélődött a helyiség. Kezdetben magánházban, egyik tagházában, az Éderféle házban a Vörösmarty téren működött. Aztán később nagyon fontos kérdés lett, hogy legyen valami módon vendéglővel összekötve, ezt így mondták. Tehát, hogy legyen egy olyan helyisége kávéházban vagy vendéglőben, ahol nem csak könyveket lehet, újságot lehet olvasni, vagy könyveket kölcsönözni, hanem ugye le is lehet ülni, kártyázni, kávézni és a többi. És ezért aztán többször is változott a helyiség. És hát 1890-91-ben például ebből nagy botrány is lett a körben, ugyanis akkor is egy magánházban működött a Vörösmarty téren, és akkor fölmerült, hogy hát menni kellene egy vendéglőbe, mert ugye ez itt nem lehet összejöveteleket tartani, és hát kellene egy olyan vendéglő, ahol ez megoldható. És hát ugye sokan viszont azt mondták, hogy akik ezt szeretnék a kör tagjai közül, azok kocsmába akarják zülleszteni a kört. És ugye a másik oldal meg azt mondta, hogy egy olvasókörbe az emberek nem csak bibliázni járnak, hanem hát más kártyázni, beszélgetni és a többi, akár sörözni. És hát végül is azok győztek, akik menni akartak, úgyhogy hogy ekkor is egy vendéglőbe kerültek át, a Tremkóféle vendéglőbe került az olvasókör. És viszont ez a helyiségváltoztatás, ez egy szakadást idézett elő a körben, ami azt jelentette, hogy akik nagyon nem akarták, hogy ide kerüljenek, azok kiváltak és alakítottak egy másik Tóváros székhelyen egy másik egyesületet, amelyet Székesfehérvári Polgári Körnek hívtak. Ez azonban igazából nem nagyon működött, tehát néhány év, egy-két év után elhalt a működése. A Tóvárosi Olvasókör a fénykorát azt az 1890-es években élte. Ekkor a Vörösmarty kört is megelőzve a legjelentősebb kulturális egyesület volt Székesfehérváron, ami azt jelentette egyébként, hogy a tagjai száma, létszáma az körülbelül olyan 450 körül volt, és ezek közül 120 volt a vidéki tag. A könyvállományuk pedig, hát nem kell nagyon nagy könyvtárakra gondolni természetesen ebből az időszakból, néhány ezer kötet volt, 2 és 3 ezer kötet közötti könyvtárral rendelkezett az olvasókör. Azt viszont tudjuk, sajnos a könyvjegyzék az nem maradt fönn, most ebben az időszakban ezek az olvasókörök, nyilván ugye a mai online katalógusok világában nehéz elképzelni, de ilyen nyomtatott könyvjegyzékeket jelentettek meg, amelyek tartalmazták azt, hogy milyen könyvek találhatók meg a kör könyvtárában. És sajnos a Tóvárosi Olvasókör könyvtárának a teljes könyvjegyzéke az nem maradt fenn, én legalábbis sem találtam meg, de egy pótfüzet az megjelent 1900-ban, és azt láttam, és abban 201 néhány könyv van, amelyek között ugye Jókai szerepel leginkább 52 könyvvel, aztán megvannak a klasszikusok, Petőfi, Vörösmarty művei, de a kornak a népszerű írói, nem tudom, Benickiné, Bajza Lenkét említhetem, vagy Herceg Ferencet például, akinek a munkái megvoltak a könyvtárban. És
Azt, hogy jó lehetett a könyvtári állomány, azt talán leginkább a György Aladár 1885-ben megjelent Magyarország köz- és magánkönyvtárai című könyvének a megállapítása igazolhatja, aki azt írta, hogy a Tóvárosi Olvasókönyv könyvtárának a könyvállománya a könyvek igen gondos megválogatásáról tanúskodik. Tehát ő szerint ez egy jó könyvtár volt. Amit még érdekesénként mindenképpen érdemes elmondani a tagságról, hogy főként városi és megyei tisztviselők voltak a tagjai, tanítók, ügyvédek. Ezen kívül, amit talán fontos lehet, hogy voltak ugye alapító tagok, ki mekkora összeggel lépett be a körbe, attól függött, hogy alapító taggá vált, vagy rendes taggá, és voltak olvasótagok, és az olvasótagok viszont csak nők lehettek, ugyanis a nők a rendes tagok nem lehettek. Tehát ők a közgyűléseken nem vehettek részt, szavazati joguk nem volt, viszont olvasótagok lehettek, hogyha befizettek valami beiratkozási díjat, már ezt úgy mondjuk, akkor kölcsönözhettek a könyvtárból a könyveket, de maguk nem vettek részt a kör munkájában. A kölcsönzés az úgy folyt, hogy heti két vagy három alkalommal, két órát, nem sokat volt nyitva a könyvtár, és a fehérvári tagok kettő könyvet vihettek el egy hónapra, a vidékiek meg négy könyvet vihettek el egy hónapra. És hát azt, hogy azért elég rendesen késtek a határidővel ebben az időszakban is, azt mutatja, hogy egy alkalommal a sajtó útján 146 könyv visszavitelét kérték ilyen újsághirdetésben a kölcsönzőktől, mert... Ez már hagyomány. Ez már hagyomány, ez így alakult. Nem előzmény nélküli az, hogy időnként késnek az olvasók a kölcsönzése. Amit még feltétlenül tudni kell szerintem az olvasókörről, hogy az elnökei azok igen tekintélyes emberek voltak a városban és a megyében. Az alapító elnöke a körnek 1867-ben Boros Mihály volt, aki a kornak egy nem csak Fehérváron, de egy népszerű írója is volt, ügyvéd ember egyébként, és őt követte aztán később Fekete János főlevéltárnok, vagy Éder József orvos, aki szintén a másik kettővel együtt részt vett a szabadsághozban és a forradalomban annak idején. Mondjuk ez azt is mutatja, hogy ez egy kicsit ilyen függetlenségi befolyás alatt állt az olvasókör. Tehát tulajdonképpen ezek a körök annak idején a politikai pártoknak a helyi alapszervezeteit is pótolták valamilyen módon, tehát a függetlenségi befolyás az a kör vezetőjének a múltjából szűrhető leginkább. Így kaphatunk egy kis történelmi, kulturális visszaemlékezést is a területről. Azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy nézzük meg azokat a csodás felvételeket, amiért tulajdonképpen kettőjük gyűjtése volt, úgyhogy itt majd kérem a kollégák segítségét is, hiszen rengeteg archív felvételünk van, amit még a hátra lévő pár percben meg tudnánk nézni. Kezdjük a vasútállomással, az első két kép a vasútállomást mutatja. Márka egy-egy mondattal magyarázatot fűznélek képekhez, megköszönöm. A felső képen, ugye ez egy két képből álló képeslap, a felső képen az eredeti indóház épületét látjuk, amit említettem is, tehát ez 1927 előtti állapot, és az 1927 utáni, az pedig az alsó képen látható. A kórház régi épületét is meg tudjuk nézni, miután még mindig egy vasútállomási kép volt, de már is itt van a kórház első épülete. Igen, ugye ez az egykori főépület, amit ugye ma is láthatunk egyébként a Seregélyesi út felől, hogyha a kórházból, ugye a Budai út irányából megyünk, ma is megvan. A 69-es előre szoborról is van egy archív felvétel. Igen, itt ugye, amit említettem, szintén a Vörösmarty térnek az a jellegzetes épülete, talán a 8-as vagy a 12-es, ezt most így nem tudom pontosan megmondani, látszik a fotón, illetve a háttérben az említett Dieballa ház, ebből is ugye láthatjuk, hogy a szobor az eredetileg ugye másik irányba nézett. Sokat beszéltünk a Lappenyák területéről, ahol most ugye a Széchenyi Technikum is megtalálható, erről is van felvételünk.
Egy kakukk tojás van egyébként ezen a képeslapon mindenképpen, a terület szempontjából legalábbis, ugye ez a 17-es Honvéd gyalogezrednek a laktanyája, a Malom utcában található, meg a Felsőváros kapcsán említésre került, ugye ez a bal alsó képen látható egyébként, és ugye a Huszárpótkeret laktanya látható még, illetve a gyalogsági laktanya ezen a képeslapon. Elemi iskola címet kapta a következő kettő kép. Hiszen így van, ugye a Széchenyinek az épülete után következik ez a kettő fotó. Ez az elemi iskola, amiről beszéltem, ugye ez a Deák Ferenc utcában volt megtalálható, jellegzetes századfordulós stílusban épült, némileg ilyen Kóskárói behatásnak köszönhetően egyébként, és aztán hát ez volt az egyik olyan iskolaépület, ami 1945-ben bizony súlyos találatot kapott. A béketéri általános iskolát és a kodolányi iskolát is említettük, többször erről is van régi felvételünk. Ugye a felső fotón a béketéri iskoláról maga az 1945 utáni állapot látszik, tehát ugye ez a vasút szomszédságában volt megtalálható, ezért is szenvedett ilyen súlyos károkat, az alsó fotón pedig a mai állapota már a bővített résszel. Vörösmarty téren ugye jártunk már az archív felvételekkel is, de most újra vissza tudunk térni, nem ismertem volna fel. Ez talán az egyik legrégebbi fotó egyébként erről a területről, ugye látszik, hogy akkor hogyan nézett ki. A fák azok még viszonylag kicsik voltak, ez egy ligetes terület volt ugye eredetileg, pihenőparkként épült, és ugye hát a térnek a két ház sora fogta közre. A következőkben néhány portrét láthatunk itt felváltva, kérem akár a segítséget, hogy kik vannak a képen. Ha jól látom, Boros Mihály, ő volt a Tóvárosi Olvasókör alapító elnöke, ügyvéd, író. Ő szintén Boros Mihály, 1899-ben a Vasárnapi Újságban jelent meg róla ez a fotó. Szintén az olvasókörökkel kapcsolatban volt szó Éder Józsefről. Igen, ő pedig az Éder József orvos, aki szintén volt a Tóvárosi Olvasókör elnöke, és ugye ő is részt vett a Szabadságházban annak idején. Van még eredeti felvételünk Fekete Jánosról. Fekete János vármegyei főlevéltárnok, szintén a Tóvárosi Olvasókör elnök volt, és ő is részt vett a Szabadságharcban. Fiák Miklós. Fiák Miklós főispán, aki szintén volt a Tóvárosi Olvasókör elnöke. És még egy portré Tasi Béláról. Tasi Béla megyei árvaszéki elnök volt, és ugyancsak volt a Tóvárosi Olvasókörnek egy ideig elnöke. Visszatérünk a városképekre, az archív fotók között Budai út a következő képen. Nem volt egyszerű megtalálni ezt a fotót. A Tóvárosi Olvasókörnek az egyetlen olyan épülete, amiről egy ábrázolás van, ráadásul ugye ez is egy aukciós oldalról, tehát nagy valószínűséggel ennek azért létezik eredeti példánya. Ugye ez egy meghívó, egy olvasókori eseményre, vagy olyan megszem szilveszter estére, így van. Ez az utolsó épülete volt egyébként az olvasókörnek, hiszen ugye 1907-ben beolvadt a Vörösmarty körbe, ugye ezt még nem mondtam el a kör történetével kapcsolatban, hogy a 900-as évekre megrendült a Tóvárosi Olvasókörnek az anyagi helyzete, adósságokat halmoztak fel, és hát ugye a Vörösmarty kör sem működött igazán jól, és aztán a Széchenyi Viktor főispán vetette föl, aki a Vörösmarty körnek volt az egyik vezetője, hogy a kettő körnek egyesülnie kellene, és akkor 1907-ben egyesültek. Egyébként visszatérve erre a szilveszteri estére szóló meghívóra, az olvasóköröknek egy nagyon fontos bevételi forrása volt, ugye a könyvtár gyarapítására rendezett táncmulatságok, farsangi mulatság, szilveszteri mulatság, ez is egy ilyen meghívó, ami egyedül fennmaradt, ahol még az épület is látható, és még egy érdekesség talán, hogy a Csitári emlékirataiban olvasható, hogy az ő édesapja ebéd után szívesen ment a Tóvárosi Olvasókörbe kibicelni, és ő azt írja, hogy a Teleki Gimnázium mai helyén álló földszintes épületben volt akkor az olvasókör. Térjünk vissza akkor a képekhez, hiszen itt a bizonyíték, hogy miért hívják a lövöldét lövöldének valójában, hiszen erről is van egy régi fotó. Ez a legkorábbi színezett képeslap, ami ugye fotó alapján készült, még az eredeti díszes bejárati építményről. Városi sportcsarnok nevet viseli, én ezen csodálkoztam, van ennek bármi nyoma manapság? Nincsen, ugye ennek a területén van ma a szovjet katonai temető, ugye 1945 után ezt is elbontották, hiszen szintén bombatalálatot kapott a szomszédos iskolával együtt.
Erről a területről említetted a beszélgetésben az állami MÉN telepet, amit szintén meg tudunk mutatni. Igen, ugye ez a mai vasvári iskolával, illetve a vasútállomással szemközt elhelyezkedő terület, aminek a helyén az 50-es években az első kockaházak, emeletes kockaházak jöttek létre. Van két fotónk a Széchenyi utcáról. Ugye itt a református templom a lényeg, illetve a korabeli Vörösmarty térnek a kialakítása. Ugye láthatjuk az útnak az akkori szélességét, és egyáltalán a Vörösmarty tér végének, illetve a Széchenyi utca elejének az eredeti házsorát is. Prohászka templomot alig tudtuk elengedni, hiszen annyi mondani valója van, és itt látunk róla. Igen, ez a Fábián Gáspár által minden valószínűség szerint csupán szignózott, ám de mégiscsak az ő kézjegyével ellátott terv. A torony végül nem készült el, tehát egy módosított tervet hajtottak végre, és itt pedig, amiről beszéltem, hogy ugye a templomnak egy nyúlványában, egy oldalsó épületében volt megtalálható, ezzel az árkád sorral összekötve a Glória mozi. És jön a Hági, ami még ma is áll, és funkcióját bírja, csak mindig más néven. Így van, és még az eredeti pompáját azért valamennyire sikerült megtartani, ha nem is teljes mértékben. Ugye itt a Vörösmarty tér felől látható. És van az 50-es éve. A következő képen pedig ugye már szabadságsöröző néven említik, és ugye ahol ott az ember csoportosulás megtalálta, ez volt az úgynevezett oldalkápolna, amivel egyébként a belvárosi kocsmák, vendéglők is ugyanúgy rendelkeztek. Van egy étterem, ami inkább menzaként volt ismert annak idején, nem nagyon beszéltünk most még róla, viszont vannak fotók, ez a régi stopp étterem. Ráadásul ez még ugye a béke kávézó, vagy béke presszó időszak, és ez a béke presszó épület esett áldozatául egyébként magának az útszélesítésnek, és aztán egy telekkel költözött odébb tulajdonképpen ez az épület, és úgy lett belőle maga a stopp étterem. Ami aztán hát ma már különböző átépítések és bontások folytán ugye konditeremnek ad helyet. Hány székesfehérvári, hát nem hízott, de menzázott ott, ezt el lehet mondani. Nagyon kevés az időnk, van még néhány képünk a Tóvároshoz köthetően, amelyet kérek kollégát, hogy mutassa meg a nézőknek, és tényleg egy pár szóval csak. Ezek már kifejezetten a levezető fotók, közeledünk a jelenhez, ugye az úgynevezett sárrétjét említettem a műsor elején. Ez látható itt a képen. A Balatoni úti felüljáró helyén tulajdonképpen volt egy híd, arról készült a fotó. Itt pedig ugye már a tóvárosnak az építkezése, folyamatos építkezés. Két nagyon fontos jellegzetességet érdemes megemlíteni. Egyrészt ugye, hogy a 70-es évek elején kútgyűrű alapozással készítette akkoriban még talán a Fáév, aztán később ugye Arév nevet kapott építőipari vállalat, a toronysornak az épületeit, és aztán ugye elkészült a szalagsor is, mint olyan. A toronysornak a neve az ugye megmaradt, egyébként utca elnevezésként is, a szalagsort pedig onnan tudjuk beazonosítani, hogy ugye a toronyházak mellett találhatók meg ma ezek a szalagszerű épületek. És a Tóvárosi iskola képével fejeződik be ez a kis album, amelyet most elhoztatok a nézőknek, és amit természetesen nagyon szépen köszönök az összes többivel együtt, és a sok-sok értékes információval együtt. Ezzel a Városrészek titkai című műsorunk mára véget ért, de folytatjuk, hiszen csodás városrészek vannak még Székesfehérváron, amelyekről nem tudtunk beszélni, úgyhogy két hét múlva újra várjuk Önöket. Köszönöm a figyelmet vendégeinknek, Váci Márknak és Komlósi Józsefnek, pedig köszönöm, hogy itt voltak. Viszontlátásra!